Az érdi tankerülethez 7 település tartozik, illetékességi területe azonos a járáséval, tehát Ért, Százhalombatta, Török Bálint, Diós, Tárnok, Pusztazámor és Sóskút települések. Összesen 23 köznevelési intézményt vettem át még decemberben. Közben a jogszabályváltozások miatt a Százhalombatta és Széchenyi István gimnáziumi szakközépiskola megyei fenntartású lett, illetve a Kóskároly szakiskola itt Érden, vagy szakképzőiskola Érden, ő is megyei fenntartású lett. Tehát maradt nekem összesen 21 intézményem. Ebben van általános iskola, középiskola, gimnázium, művészetoktatási intézmény, pedagógiai szakszolgálat. Összesen 1366 dolgozó tartozik hozzánk, és hát úgy közel 120 ezer gyermek, akiről itt a tankerületben gondoskodunk. És mi a legnagyobb kívás, mit kell megoldani? Ugye te mi a feladat a tankerületnek? A tankerület fenntartóként működik, tehát fenntartjuk a 21 intézményt, a 21 intézményből 11-et működtetünk is. Tehát ez azt jelenti, hogy ott világítás legyen, fűtés legyen, kréta legyen, ez mind a mi feladatunk. A 10-nél pedig közösen az önkormányzattal működtetjük, illetve az önkormányzat működtet, mi pedig fenntartunk, és minden nap megosztjuk egymással az örömeinket, gondjainkat. Kik segítettek abban, hogy ez az épület ez úgy nézhessen ki, hogy kinéz? Ezt az épületet Ért önkormányzata ajánlotta fel a tankerület céljaira, és alkalmassá tette arra, hogy a tankerület céljainak megfeleljen. Tehát 24 millió forintból újította fel ezt az épületet, és a berendezésben pedig, mint ahogy felsoroltam a beszédemben, minden önkormányzat részt vett. Tehát az érdi kistérség, akitől a bútorokat, infrastruktúrát kaptuk, Török Bálint, Százhalombatta rengeteget segített, Dióst, Tárnok, Pusztazámor, ki ne felejtsek valakit, Sóskút, mindenki, minden önkormányzat összefogott és segített nekünk. Bármit kértünk tőlük, álltak a rendelkezésünkre. Természetesen ki a költségvetésének függvényében, de mindenki nagyon sokat segített nekünk. Hogyan folyt itt a munka, mielőtt még itt átadták ezt az épületet, megtörtént a felújítás? A Budai út 7/B-ben itt Érden volt egy irodaépület, amit az érdi kistérség bérelt valamikor. Nos, mi ebbe az egy térben lévő irodába költöztünk be 40 négyzetméteren, és 40 négyzetméteren dolgoztunk 10. Végül is nagyon jó volt, mert megismertük egymást, a kollégák megismerték az itt folyó munkát, tehát itt ahhoz, hogy igazán csapatot lehessen építeni, azt ott 40 négyzetméteren meg lehetett tenni. Úgyhogy itt azt mondtam, hogy aki kibírja ezt a pár hónapot, amíg ott együtt dolgozunk, akkor mi mindent ki fogunk együtt már bírni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Érd megyejogú városnak, a közgyűlésünknek, gondolom a többi településnek is az oktatási intézmények mindig nagyon fontosak voltak, és attól függetlenül, hogy 2013. január 1-től egy másik felállásban működtetik, üzemeltetik az országban az oktatási intézményeinket, közoktatási intézményeinket, én azt hiszem, hogy minden településnek, így Érdnek is továbbra is az egyik legfontosabb intézményhálózata, az egyik legfontosabb olyan rendszere, amire nagyon sok figyelmet kell, hogy fordítsunk. Ennek a figyelemnek az egyik példája az, hogy évi majd 500 millió forint a jelen pillanatban is a fenntartáshoz, üzemeltetéshez maga a város hozzájárul, gondolom a többi településnek is megvannak ezek a komoly összegek, valamint, hogy Érden a tankerület központjában végre átadhatjuk azt a irodahelyiséget, azt a hivatali helyiséget, ahol a tankerület kényelmesen, kulturáltan és mindannyiunk reménye szerint sikeresen fogja tudni szervezni az oktatást ebben a járásban, sikeresen fogja tudni megoldani azokat a problémákat, amikkel akár a szülők, akár a gyermekek, akár pedig egyáltalán maga az oktatás ügy itt szembesül, és ezeknek a problémáknak a megoldása, én bizton állíthatom, hogy a legjobb kezekben van jelen pillanatban. Sárközi Márta asszony évek óta munkatársunk, az érdi közoktatási irodának volt ugye az irodavezetője, és ő ilyen módon vette át, onnan került ennek az intézménynek, a helyi intézménynek, az érdi tankerületnek az élére. Ehhez egyrészt szeretnék itt most mindenki előtt gratulálni neki, másrészt pedig bizton állíthatom, többi érdekeltet is meg tudom nyugtatni arról, hogy nagyon jó kezekbe került az érdi tankerület. Ennek az érdi tankerületnek jelen pillanatban ismereteim szerint 23 intézménye van, ennek a 23 intézménynek a gond
mondja, illetve a 23 intézményen keresztül mintegy 120 ezer ember oktatási gondja van az érdi tankerület vállán. Én ehhez nagyon sok erőt, nagyon sok sikert, és hát nagyon sok jó munkatársat is kívánok. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az Isten áldja meg Önöket, az Isten áldja meg ezt az intézményt, nagyon sok sikert. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelt polgármester úr, képviselő úr, kedves vendégek, kedves gyerekképviselő. A legfontosabb ő. Az egész átalakítás, az oktatási rendszer átalakítása róla szól. Én azt gondolom, hogy nagyon szép jelképe ennek a megnyitónak az, hogy aki a legfontosabb, ő is jelen van az összes többi gyermek képviseletében. Köszönet illeti az önkormányzatokat, köszönet illeti a meghívott partnereket, akik együtt tettek azért, hogy ez a fajta óriási átalakítás ilyen rövid idő alatt és ilyen együttműködésben megvalósulhatott. Én bízom abban, hogy az átalakulás napjainak előre haladtával az a fajta jó együttműködés, ami itt a hely szellemeként is árad, az országosan is jellemző lesz, és mindenütt ezt a fajta közös igyekezetet megtapasztalva együtt tudunk tenni azért, hogy a gyerekeink majd amikor tankerületi vezetőként, vagy éppen a szakterületének megfelelően vissza gondol az oktatási éveire, az oktatási rendszerre, akkor egy jobb iskoláról adhat számot, mint amit esetleg eddig elértek. Javaslataikat, segítségüket is várja a tankerület. Nem fölébük kerekedett, hanem a közszolgálatára jött létre, és ezt a közszolgálatot szeretnénk minden egyes tankerületben megvalósítani. Még egyszer köszönöm, és jó munkát kívánok. Köszönjük szépen. Én is nagyon sok szeretettel szeretném megköszönni mindazt a segítséget, amit a tankerület eddig kapott, ahhoz, hogy most egy avatártól vagyunk, hogy ez az épületünk, ez a kis otthonunk megvalósuljon, mert ahogy a Klebersberg intézmény fenntartó központ is elkezdett működni szinte egy irodában, és emlékszem, amikor elnök asszony mondta, hogy valaki fölállt, és mire visszajött, már nem volt helye. Mi is ugye 40 négyzetméteren kezdtük meg az életünket tizen, és ha az igazgatókat összehívtam, akkor a konyhában ültünk le, és a kollégáim állva dolgoztak a számítógépeken. Illetve volt olyan, hogy még a mai napig is, eddig a pillanatig, ilyen forgószínpadszerűen működünk a számítógépeken, mert még nincs elegendő belőle, de szerintem a mai napon minden problémánk megoldódik ezzel. Én azért kértem néhány szót ezen a ünnepségen, mert Diós község önkormányzat képviselő testülete is magáénak érezte azt a feladatot, amely ugye ennek az objektumnak az elkészítésével jár, és az üzemeltetéséhez szeretne hozzájárulni. Nem egy laptopot hoztam, hanem hatot, és én azt hiszem, hogy vadonatúj gépeket nálunk a hivatalban nincs ennyi, de tudjuk azt, hogy ez egy nagyon fontos cél, az, hogy itt a tankerületben jól működjenek a dolgok, a munkatársak megfelelően tudjanak dolgozni, ez visszahat az intézmények munkájára is. Én úgy gondolom, hogy amit a Témészáros András kollégám mondott, hogy Isten áldja meg a munkásságukat, és jó egészséget kívánok, és jelképesen szeretnék egyet itt átadni. A többi valamelyik irodában van, azt majd a jegyző úr meg fogja mondani. És ennek a napnak az emlékére szeretnék elnök asszonynak is egy csokor virággal kedveskedni. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. És Mártikának is. Nagyon kedves, nagyon szépen. Hát én megköszönöm, hogy meghallgattak. Fizikai valóságában is, ami az épülethez és az érdi gyerekek szívéhez is remélem, hogy kulcs, mint hogy a notában az előbb hallottuk, átadjam Sárközi Márta asszonynak, nagyon sok sikert még egyszer.
Mire hivatott ez a területi intézményfenntartó központ? Mi lesz a feladata? A tankerületi egységeinknek az a feladatuk, amelyet korábban az önkormányzatok láttak el, az oktatás, szakmai irányítás és a fenntartói feladatok azokon a településeken, ahol az önkormányzat nem működtető önkormányzat. Tehát a legegyszerűbben az önkormányzati feladatok továbbélésével lehet jellemezni, de ennél azért több, hiszen az állami intézmény fenntartó központ az az intézményrend szakmai irányítását, a szakmai fejlesztések menedzselését és nagyon-nagyon sok tanügyigazgatási feladatot lát el, azon túl, hogy napi feladatok a tankerületben dolgozó pedagógusok személyügyeinek a kezelése és az iskolák gazdálkodásának a megvalósítása. Hatékonyabbá tud így válni az oktatás? Én azt gondolom, hogy hosszú távon mindenképpen átláthatóvá válik, és ez egy lényeges lépés ahhoz, hogy hatékonyabbá tehessük. Hiszen a konkrét hatékonysági elemek közül csak egyet kiemelve, ha eddig egy fenntartó arra kényszerült, hogy mondjuk csak pár órában tudott foglalkoztatni egy pedagógust, és neki nem volt lehetőség esetleg a tankerületen belül egy másik intézményben kitölteni a több órát, tehát nem jutott egy teljes álláshoz, az most például tankerületi szinten megszervezhető. De nagyon sok más olyan hatékonysági eleme is van, hogy helyben az ott levő tankerületi igazgató bevonásával hogyan lehet jobbítani és kiegyenlítettebbé tenni az egész oktatási rendszert. Mik voltak a tankerület kialakításának a nehézségei? Mennyire voltak partnerek az önkormányzatok? Mondjuk ez az épület jó példa arra, hogy jó partnerek voltak. A tankerületek ugye a járási rendszerre épültek, tehát annyi tankerület van, ahány járás, 198 szám szerint, és az együttműködésre épültek, tehát az önkormányzatok helybiztosításával valósultak meg, és hát ez minden önkormányzat a lehetőségeihez mérten segítette. Nyilván mindig van egy-kettő, amelyik kevésbé tudta vagy akarta segíteni, de a kialakítás nehézségei abban rejlettek, hogy a megfelelő helyet kellett megtalálni évközbeni munkavégzés gördülékenységének a biztosításával, és nyilván ki kell építeni ezekhez a megfelelő informatikai hátteret, amely most folyamatban van. Tehát ezek a működni kell, és közben építkezni. Azt hiszem, így jellemezhető a nehézsége a rendszernek. Ugye 2013. január 1-től vette át az állam az irányítást az oktatás fölött, alsó és középfokú oktatás fölött, és ezt megelőzően is voltak viták, azért már láthatók voltak az irányvonalak, hogy mi lesz, milyen elképzelések mentén fog az oktatás így tovább működni, de ehhez képest nagyon rövid idő állt rendelkezésre ahhoz, hogy a rendszer abszolút fölálljon és teljesen zökkenőmentesen, begyakorlottan tudjon működni. Ez itt Érden nagyon komoly összefogással, amelyben a járás minden települése aktívan részt vett, mára sikerült, hogy a szervezet, amely felállt, az most megfelelő otthonra is lejjen itt Érden, egy felújított régi épületben, ahol el tudják látni majd a feladataikat. Én úgy látom, hogy az oktatásnak az átalakítása egy nagyon sok ismeretlenes egyenlet. Bárhova nyúlt a jogszabály alkotó, vagy a jogszabály alapján a feladatát végző végrehajtó, mindig szembe jött valami nehézség, amivel az élet nem mindig tudott kalkulálni, de ezt az oktatás irányítás, a önkormányzatok és legfőképpen az iskolákban tanító, dolgozó pedagógus társadalom jól vette, jól oldotta meg, jól vette ezeket az akadályokat. Ennek egy titka volt az összefogás a települések között, és a tanár emberek, a pedagógus társadalomnak az a része, amelyik elkötelezett abban, hogy első dolgunk a gyerekkel foglalkozni és tanítani, és csak azután jön minden másfajta megközelítés. Ez a hit, ez megvan a magyar pedagógus társadalomban, ezért nagy köszönet is nekik ezért az átalakításért. Hogyan fognak tudni a települések gondoskodni, segíteni az oktatásban az átalakítás után? Én azt mondom, hogy a magyar oktatás történetben az, hogy önkormányzatiak tulajdonban vannak az iskolák is irányítás alatt, az a rövidebb periódus. A hosszabb periódus, amikor állami irányítás alatt van. Igazából ez akár az ráció edukációnisztól kezdve, Mária Teréziától kezdve egészen a rendszerváltásig így volt.
Tehát ez nem egy ördögtől való, hogy az állam irányítja a szakmai fronton az iskolákat. Az épület üzemeltetés és fenntartásban vannak különböző megoldások, vannak önkormányzatok, akik átvállalták ennek a feladatát, vannak, amelyek nem vállalták át, és hagyták, hogy az állam intézze ezeket a dolgokat. Tehát ebben van egyfajta kettőség, de ettől függetlenül az iskolák nem tűnnek el az településekről. Az iskolák és az a műhely, az a véleményformálók szerep, az megmarad, tehát továbbra is nagyon fontos véleményformáló, pedagógia, kulturális és nevelésügyi központjai lesznek minden településnek. És úgy gondolom, hogy a szakmai irányítás pont azt fogja szolgálni, hogy a települések között esetleg meglevő országban, biztos, hogy megvan ebben a járásban, azért ezt nem tapasztaltam, különbözőségek ne eredményezzék az, hogy az egyik gyerek jobb tudása jön ki az iskolából, biztosabb tudása, mint a másik gyerek, csak azért, mert 10 kilométerre alébb született. Ez az intézet, ez a központ hivatott arra, hogy ezt a szakmai elvárásrendszert betartsa és betartassa, ellenőrizze, számon kérje, és ha kell, akkor tanácsot is tudjon ebben adni szakmai irányítás területén. Erre igény volt különben. Tehát a Fidesz-KDNP oktatási programjának ez egy fontos része volt. Ezt a pedagógus társadalom 70%-a elfogadta, erre felméréseik is voltak, tehát mi ezt az úton megyünk tovább, tehát ezt a megoldást visszük végig. A szakmai irányítás persze nagyon fontos, és annak az intézményrendszerét egyik napra a másikra kellett megteremteni. Ezt elvégeztük, és az önkormányzatok segítségével ennek az infrastruktúrája is egyre nagyobb számban, egyre több helyen létrejön, megvalósul. Itt Érdem most sikerült, és látjuk az épületet, egy nagyon jó minőségű és korszerű épület szolgálja az oktatás ügyét itt Érdem.